ők pedig ugye a nap mint nap, amit használunk, statisztikai vizsgálatoknál, adatok modellezése, szemléltetése. Ilyen színes és szép is tud lenni a matematika. Erről tartott előadást dr. Karsai János. Ő itt született, a rokonai most is itt élnek, és nagyon sokáig szeretne még hazajárni. Így fogalmazott dr. Karsai János a ma délutáni előadás előtt. Azért jött ide, hogy játszanak a diákokkal, persze tudományos alapon. Matematikai eszközökkel fogunk virágokat, lényeket, mindenféle konstrukciókat készíteni. Ez egy mellékterméke az absztrakt stílusú matematikai óráknak. Azért szoktam ilyeneket csinálni, mert hogy a gyerekek érvezzék azt, hogy a matematika az ott van lábuk előtt az utcán, a tereken, a parkokban, virágokban, mindenütt. És hát vegyék észre a gyönyörű matematikai struktúrákat a természetben. A matematika sokszor mumus, olyan dolog, amit kevésbé szeretnek a diákok, pedig rengeteg szépség van benne. Ez egy határozott vélemény, hogy rossz a neveltetésük. Tehát én Szegeden jártam a Déri Miksa Gépipari Technikumban, ott alapvető eszköz volt a matematika, tudtuk azt, hogy a villamos gépekhez kell a matematika, a gépészeti dolgokhoz kell a matematika, utána elkezdtem biológiai modellezéssel foglalkozni, hát a biológia tele van matematikával, a járványok modellezése tele van matematikával, viszont amikor jönnek a diákok, őnekik az a matematika, hogy magoljuk be a másodfokú egyenlet megoldó képletét. Nem ez a matematika. Meg kell találni a megoldó képletek mögötti szépséget, ezt kellene megtanulniuk a gyerekeknek. Ezek az előadások pedig ebben is segítenek, mondta az egyetemi docens. Nagyon mély elméletre vezetnek, nagyon sok mindent lehet tanulni, de mégis olyan barátságos formában, ami talán se kedvet csinál nekik a matematika tanulásához. Ráadásul az élet számos olyan területén is találkozhatunk a matematikával, ahol nem is gondolnánk. Absztrakt dolog, több változós függvényeknek a vizsgálata, felületek, szintvonalak. Ugye, ha megnézi az ember, ezek a függvényes függvények ugyanazok, mint amikor CT-t csinálnak az ember. Igen. Hőtérképet valaki elemezni akarja, akkor először tudnia kell a matematikáját. Bármennyire tisztáznak ellene az